Folyamatosan tolják a havat a 60-i szolgáltató intézmény gépjárművei. Kedd reggelre több centiméter hó esett le a városban, azonban az utak járhatóságáért folyamatosan dolgoznak az illetékesek. Havasi Kálmán a 60-i szolgáltató intézmény vezetője elmondta, 11 gépük van, amik folyamatosan járják az utakat, 3 gépük kifejezetten a járdákat és a tereket tisztítja, a többi gépjármű pedig a mellék- és főutakat tolja és sózza. Minden gépünk és minden kollégám kín van az utakon, az utcákon, a buszmegállókba, a kerékpárutakon. Folyamatosan takarítunk, meglátjuk, hogy mi lesz a hőmérséklet. Hát, ha nagyon, nagyon hideg lesz, tehát ilyen 8-10 fok mínuszba, akkor egy picit nehezebb dolgunk lesz. Amennyiben egy picit 0 fok fölé jön majd a hőmérséklet, akkor könnyebb dolgunk lesz. Természetesen minden utat és minden járdát és minden olyat, ami a feladatunk, azt meg fogjuk oldani. A havazás az előrejelzések szerint szerda reggelre alábbhagy, azonban a hét második felében továbbra is kemény mínuszokra lehet számítani, napközben is, éjszaka is. A 60-i szolgáltató intézmény azonban ezekre a napokra is felkészült, az utak járhatóságát a nagy hidegben is biztosítják. Két lehetősége van a síkosságmentesítésnek, 5 centi alatt nem lehet tolni, mert nincs értelme, csak tönkre mennek az eszközök, és mínusz 8 fok alatt megint csak a sóval van a probléma, tehát két ütembe kell ezt megvalósítanunk, vagy megvárjuk, hogy egy picit nagyobb mennyiségű hó legyen, és akkor toljuk, és az hatékony, vagy pedig a hőmérsékletet figyelve napközben tudunk sózni, és akkor azt elvileg ki kell bírni egy mínusz 10-es éjszakát is. De természetesen 24 órás ügyeletet tartunk, a kollégák föl vannak készülve minden eszközzel, minden olyan dologgal, ami ehhez kell. Péntek hajnaltól már enyhébb, nedvesebb levegő érkezik, azonban hétvégén gyenge havazásra, havas esőre még mindig számítani lehet. Az előrejelzések szerint éjszakai mínuszokra jövő héttől már nem kell számítani, de több napig tartó esőzés azonban várható.